Egy Felső Józsai lakásban vagyunk, annak is a konyhájában, amit nevezhetünk akár Címer Szendrei Judit műtermének is. Ő bélyegképek készítésével foglalkozik, bár egy kicsit zavarban vagyok, hogy minek is nevezhetnénk ezt a művészeti ágat. Hát ez valóban érdekes kérdés. Ilyen művészeti ág nincs. Lehetne hasonlítani mozaik készítéshez, például kolláshoz, montáshoz, de ez talán mindegyiknek az ötvözete. Illetve volt egy érdekes észrevétel Antal Péter műgyűjtőtől, ő azt mondta, hogy bélyegekkel festek. Nekem ez tetszik a legjobban, hogy bélyegekkel festek. Ez egy teljesen új dolog, hivatalos neve nincs. Egy a biztos, hogy bélyegekből készítek. Igen, képeket. Tehát a bélyegek a főszereplők. Így van. És hallhatnánk egy bővebben, hogy hogyan készül egy ilyen bélyegfestmény. Talán az indulásánál kezdem. Az egyik az, amikor egy bélyeg téma, ami megragad engem, és akkor a bélyeg témához kapcsolódóan készül el a kép. A másik meg, amikor van valamilyen esemény, vagy látok valamit, tehát rám hat egy dolog, és azt szeretném megörökíteni. Tehát például mondjuk egy szép balettelőadás, van egy ilyen képem is, annak hatására készült. Tehát ez a két út, amin elindulhatok. A tervezés az, ami igazából nagyon hosszadalmas, amikor megszületik maga a gondolat, hogy mit szeretnék csinálni, hogy akkor ez mégis hogy fog kinézni. Lerajzolom, legelőször is lerajzolom, utána megkeresem hozzá a bélyegeket, ki is rakom, és akkor még ott változhat. Vagy az az adott szín, vagy az adott mintájú bélyeg tényleg megfelelő-e, és akkor ezek után jön a ragasztás. Abban is változás van, vagy sokfajta változata van, hogy egészben használom föl a bélyeget, vagy csak a bélyegnek egy részét, tehát nagyon sokszor használom az ollót, mert vagy csak egy darab kell belőle, tehát szinte mindegyik kép másképp készül, másfajta módon. És honnan jött ez az ötlet, hogy bélyegekből lehet festményt, képet komponálni? Hát az ötlet, nem ez az ötlet született meg, hanem az, hogy nagyon sok bélyeg volt itthon, amikor a gyerekeim kisebbek voltak, és az akkori munkahelyemről hoztam haza bélyegeket. Minden ember életében van egy olyan pillanat, hogy bélyeget gyűjt. Vagy legalábbis régebben volt az én gyerekkoromban is, és azt hittem, hogy a gyerekeim is fognak ennek nagyon örülni. Egy darabig áztattuk a bélyegeket, utána végül is nem fogtam meg őket a bélyeggyűjtés, és akkor a szekrényben ott volt a rengeteg bélyeg. És sok-sok év múlva egy pakoláskor találtam meg őket, és akkor hogy most mit csináljak, kidobjam, ne dobjam. És akkor született az ötlet, hogy ezekkel a bélyegekkel valamit kell csinálni, és ez Zsófihoz kapcsolódik,
Tehát szerettem volna egy olyan tevékenységet, amiben Zsófit be tudom vonni. És akkor elkezdtük ketten áztatni, rendezgetni a bélyegeket. Mert ugye azok a bélyegek, amik indulásképpen itt voltak, azok még mind csak a borítékról levágva voltak, tehát azokat le kellett áztatni. Tehát ez volt az első lépés. És utána ott volt a sok leáztatott bélyeg, és akkor jött a következő, hogy na most akkor ezzel megint mit lehet csinálni, hogy miért pont ez lett belőle, ezt nem lehet megmagyarázni, ez egyszerűen csak így született, hogy akkor képeket készítsek belőlük. Kísérte a kreatívság. Tehát én mindig mindenhez megtaláltam a megoldást, meg hogy hogyan, mit kell csinálni. Ez ebben a gyereknevelés természetesen sokat segített, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy képeket készítek belőle. Így indult. Úgy tudom, hogy nem sokan csinálják ezt a világban. Manapság az interneten rengeteg információ van, tehát végül is én arra támaszkodom, amit az interneten megtalálhatunk, és ez alapján mondom azt, hogy tudomásom szerint Magyarországon senki nem készít, nem foglalkozik így a bélyegek ilyenfajta újrahasznosításával, a világon sem sokan, talán 10, akiket az interneten egyáltalán meg lehet találni. Tehát én ennyi emberről tudok, és hál' Istennek, akiket ismerek külföldről, mindenki másképp, tehát más csinál a bélyegekből, mondjuk így. Tehát ilyen komplex alkotásokat én szerintem nem készít más, tudomásom szerint. És hol láthatók ezek a képek? Hol mutatkoztak már be ezek az alkotások? 2018 őszén indult a bemutatkozás. Férjem volt az, aki azt mondta, hogy mutassuk meg a külvilágnak. A legelőször a munkahelyemen indult, ott egy nagy tárgyalóteremben, akkor még nagyon egyszerű módon a székekre voltak felrakva a képek. Nagy sikerük volt, a kollégáimnak nagyon tetszett, és a 2019-es évben ezt a bemutatkozást követte egy angliai, egy holland kiállításon való részvétel. Ez mind a kettő a bélyegekhez kapcsolódik. A bélyeggyűjtőknek rendszeresen vannak ilyen rendezvényeik, amikor egyrészt megmutatják egymásnak, hogy milyen gyűjteményeik vannak, illetve kereskednek is a bélyegekkel, és ez az angliai meg a hollandiai is ez ilyen volt. Tehát mondjuk egy bélyeg expo, ahol én a képeket megmutathattam. Ezt követte a Körcsei Központban, a Virágkarneválhoz kapcsolódóan ott már egy önálló kiállításra kaptam lehetőséget. Végül is a magyar, ha bár nem csak a magyar, mert sok külföldi is látta, hál' Istennek vittünk vendégkönyvet, és akkor a vendégkönyvből kiderült, hogy bizony sok nemzet tagjai, vagy sok nemzet tagjai látták ezeket a képeket, és mindenkinek nagyon tetszett. Ez egy nagyon jó érzés volt. Itt kb. 3 hétig voltak a képek, és akkor tavaly volt még egy kiállítás Budapesten, az szintén egy bélyeg rendezvényhez kapcsolódott. Ott a Stefánia palotában, egy gyönyörű helyen, és ott gyakorlatilag az összes képemet megmutathattam. Ott csak egy probléma volt, hogy 3 napig tartott a rendezvény, de nagyon sokan látták, és ez jó ezek a rendezvények, a visszajelzések, ezek, amik igazából amik inspirálnak, hogy tovább kell ezt csinálni, mert amikor örülnek, örömet szerzek ezzel az embereknek, az egy nagyon jó érzés. Thank you.
olyan kérdésem is, hogy van-e arra valami kimutatás, hogy hány millió bélyeg ment át eddig a kezeden? Nem, igazából én ezt nem számolom, ez nekem indiferens. Csak most ezt az ezret azért tudtam, mert legutóbb pont erről volt szó, és ez a 1000 darab bélyeg, ez nem is a teljes mennyiség, ami ahhoz a képhez kellett. Tehát nekem ez így nem fontos, hogy most egy képre hány kerül. Ez lényegtelen. Viszont van egy bélyegszobánk, ami több 10 kilónyi bélyeggel van tele. Ebben a szobában tartom a bélyegeket, amiket már rendeztem. Az egyik tárolási mód, ezek a kis dobozkák. Itt jól látom, hogy milyen bélyegem van, könnyen meg tudom találni azt, amire szükségem van. Ezekből gyakorlatilag sok van, azért vannak itt. Amiből valamennyivel kevesebb van, azokat itt lehet látni. Ez egy mágneses lap van felragasztva a szekrényhajtóra, és ezek a csipeszek mágnesesek, és így nagyon könnyen le tudom venni, illetve könnyen át tudom tekinteni, hogy milyen bélyegeim vannak. Egy következő tárolási mód, amiből nagyon sok van, azok most így vannak rendezve. Tehát ezt is csak kihúzom magát, ezt a kis fiókot, és azonnal látom, hogy most az adott szín itt van vagy nincs. Ebben a dobozokban azok a bélyegek vannak, amik még nincsenek berendszerezve, elrakva a helyükre. Ezek a különböző... Ezek már valamennyien szinten rendezettek, ezeket csak be kellene raknom a helyére, de sokkal jobban szerettem a képeket készíteni, mint a bélyegeket rendezni. És hogy lehet ennyi egyforma bélyeget beszerezni? Nincs olyan, hogy egy kép azért nem jön létre, mert még 10 bélyeg hiányzik hozzá? Hát már volt olyan, hogy valaminél elakadtam, de mindig megkapom a megfelelő segítséget. Tehát ilyen nincs, hogy ne tudjak befejezni egy képet. Hát nagyon sok ismerősöm van, akik akkor segítenek ebben a megfelelő bélyeg megtalálásában. Egyébként venni is lehet, tehát nagyon érdekes. Ez külföldön egy karitatív tevékenység, hogy otthon az emberek levántossák a bélyegeket, beviszik a megfelelő helyre, és akkor ott összegyűjtik, és értékesítik, és akkor valamilyen jótékonysági célra használják. És így például az eBay-en lehet olyat, hogy több 10 kilónyi bélyeget venni. Tehát ennek van egy nagyon nagy piaca. Tehát ha szeretnék, akár vásárolhatnék is. De most már erre nincs szükség. Kezdetben vásároltam. Úgy tudom, hogy nem egyedül alkotsz, van egy segítőd is. Így van, itt ő mellettem, pontosabban nekem két segítőm van. Zsófika a kislányom, aki miatt elkezdtem ezt az egész tevékenységet, ő a bélyegek válogatásában segít, mert amikor a bélyegeket kapom, az értelemszerűen ömlesztve van. És ahhoz, hogy én tudjak ezekkel dolgozni, válogatni, rendszerezni kell. Ő ebben segít nekem. Viszont van még egy segítségem, aki most nincs itt, mert ő nem akart szerepelni, a 95 éves édesanyám, aki velünk él, és ő az, aki leáztatja a bélyegeket. Tehát most, amit előttünk van, ez például, ez ma lett leáztatva, itt szárad. Tehát van egy ilyen munkafolyamat, hogy előbb áztatni kell a bélyegeket, szárítani, utána rendezni, és a legvégén berakni a helyére. Na most ez az én feladatom. Még a kis segítségemről megemlíteném, hogy mióta én ilyen képeket készítek, azóta ő nagyon intenzíven kifestőket színez, és rengeteget ügyesedett, gyönyörű színeket alkalmaz, és nagyon szép képeket készít. Tehát ő rá ilyen áttételesen is hatott ez a tevékenység. A kiállításokon mindig ott van, és ő is fest. A londoni kiállításon például kisraktuk az ő képeit.
az én képeim alá. Tehát ő aktív részese ennek, ennek az egész alkotási tevékenységnek, illetve az életemnek. És akár ötleteket is adhat ezekkel a képességekkel. Igen, igen. Volt egy olyan kép, amit tulajdonképp ennek hatására készült, mert ő nagyon szereti a mandalákat. És két mandalás képem is készült. Látva az ő mandaláit ennyiben. Tehát akkor ő bélyeképet még nem? Nem. De majd lehet, hogy annak is eljön az ideje. Ő az előkészületekben segít, meg a megjelenésben, a kiállításokon kísérő. És hogy látjátok, ez a tevékenység milyen hatással van az ő életére? Hogy a művészetek közelébe került? Hát mindenképp hasznos. Egyrészt előhozta belőle ezt a színezési készséget, korábban nem foglalkozott vele, nagyon sokat ügyesedett a keze. A másik meg, hogy ez a közös együttevékenység, ez a napi rutinunk része lett. Ő minden reggel azzal kezdte, amikor kijöttünk, hogy délután ugye bélyegezünk. Mert még én dolgozok, ő a napköziben van, a Fényfeli Alapítványnál, és amikor hazajövünk, akkor vacsora után mindig van egy kis bélyegválogatás. Tehát ez egy hasznos tevékenység neki is, meg nekem is. Tehát beépült a művészet az életébe. Igen. És az emberek között való megjelenés, az meg megint. Az utazás, nagyon sok mindent lát, tehát benyomások érik a különböző kultúrákról, emberekről, és nagyon jól tud mindenkihez viszonyulni. Rendkívül érdekes, hogy Angliában, tehát az angol beszéd. Nem tud angolul, de próbálja azokat a szavakat utánozni, amiket hall. Tehát ő neki nem jelent igazából ez problémát, hogy hű, most nem szólok hozzá, mert nem tudok angolul, ő nem görcsöl ezen, hanem amit mondanak, neki azt próbálja visszamondani. Tehát egy ablakot nyitott a világ. Igen. Minden képnél azért utána nézek, úgymond tanulmányokat folytatok. Ennél a képnél is elmentem magába a görög katolikus templomba, megnéztem az ikonokat az interneten, hogy milyen színeket alkalmaznak, és akkor ennek megfelelően próbáltam ezt a képet összeállítani. A piros, a zöld, a kék, ezek... a színeket alkalmazzák ők is, illetve nagy jelentősége van a kék háttérnek, ami a mennyboltra utal, a ragyogás, ez most itt nem jól látszik, de ezek a színek, ezek arany hatásúak, ezek a bélyegek is gyönyörű szépen, szép ragyogást tudnak adni ennek a képnek. Ez a kép a 12 apostolt és Jézust ábrázolja, tulajdonképpen már majdnem kész van, egyedül még az apostolok és Jézus feje nincs a helyén. Ez csak egy minta, hogy fogom őket elrendezni, majd a végleges akkor lesz, amikor ezeket a képeket kivágom és odaragasztom. Ugye mondtam az elején, hogy nálam minden bélyegből készül, ezért azt találtam ki, hogy egy szükséges fotót, rajzot bélyegre nyomtatok, bélyeg hátuljára, és akkor így fölragasztva már elmondhatom, hogy akkor ez is bélyeg. Tehát ez valójában egy
teljesen hétköznapi bélyeg, aminek a felhasználásával egy újabb bélyeget mondjuk állítottam elő, ami szükséges ehhez a képhez. Az eddigi sikerek kiállítások után mik a tervek a jövőre nézve? Hát nagyon beindult ez az év, még ugye januárban vagyunk. A legelső napokon volt egy váratlan esemény, egy teljesen is számomra ismeretlen házaspár keresett meg e-mailben, hogy olvastak újságban rólam, és ők is gyűjtenek bélyegeket, illetve görögkatolikus vallásúak, és a templomukba szeretnének egy olyan képet, ami bélyegekből készült. Tehát ez egy számomra egy nagyon megtisztelő megkeresés, illetve feladat volt, hogy készíthetek nekik egy képet. Ezek után, hogy hogyan alakult tovább a január, január végén, 31-én Budapesten a Hadszín teátrumban nyílik egy kiállításom, ahogy annak vége van a Bélyeg Múzeumban, ami szintén Budapesten van, lesz a kiállítás, amint annak vége van, itt Józsán a Közösségi Házban lesz egy kiállítás. Terve van ősszel Londonban egy részvétel, Lutonban talán májusban, akkor megyünk Prágába, ősszel Budapesten, tehát nagyon sok kiállításról tudok már most, és ezekre most már hívtak. Tehát nem önként kellett jelentkeznem, hanem kaptam a megkereséseket, és ez nagyon jó érzés, hogy ennyien kíváncsiak ezekre a képekre is. Hogy én honnan jöttem, hogy hol élek, és akkor kezdem azzal, hogy Magyarország, utána Debrecen, és utána Józsa is mindig szóba kerül, hogy én bizony Józsáról. Józsán alkotom, és Józsát Debrecen képviselem a nagyvilágban is. Örömmel hallom, hogy Józsán is lesz kiállításod, mert elmondhatjuk, hogy Londonban hamarabb ismertek itt, ezzel a településen. Dőzsgyökeres Józsa? Nem. Én Beregyújfaluban nőttem föl. Hajdúböszörményben jártam gimnáziumban, Budapesten egyetemre, és felnőttként kerültem ide Debrecenbe, és 20 éve építkeztünk itt Józsán. És ezt az utcát, ezt én választottam, mert hogy zsákutca, és akkor még a gyerekek picik voltak, és ez nagyon jól jött, hogy itt akkor nem lesznek semmilyen veszélynek kitéve, és valóban itt az utcán játszottak a többi gyerekekkel, és így indult a mi józsai létünk. Tehát akkor a józsai közönség is megismerheti a kiállítást. Hát ez érdekes, hogy mennyire nem tudunk igazából egymásról. Nagyon sok ember él itt, most én mindig Beregyújfalut szoktam hasonlítani, hogy körülbelül nagyságrendileg lakossági számban annyi, mint Újfalu, és nem tudunk egymásról, és amikor voltam a Közösségi Házban megbeszélésen, akkor hallottam, hogy nem is, hogy sok művész él itt, és hogy milyen jó lenne ezeket a művészeket bemutatni, összehozni, és ennek nagyon örülök, hogy van egy ilyen kezdeményezés, elindult egy ilyen kezdeményezés, hogy megmutatkozni a
lakosság előtt, illetve egymást megismerni. Ez mindenképp jó hatása lesz, én azt hiszem mindannyiunkra. Reméljük, hogy ez a film is hozzájárul ahhoz, hogy minél többen megismerjék ezt a nagyon egyedi alkotásmódot, ezeket a bélyeg grafikákat, bélyeg festményeket, bárminek is nevezzük. Csodálatosak. Hát remélem, hogy a szűkebb lakó közösségem is megismeri, bár már voltak ilyen érdekes találkozások, hogy a kenyérboltba is, amikor mentem, és akkor mondta ott az elárusító, hogy láttalak az újságban, és milyen jó, hogy te ilyennel foglalkozol. Tehát már azért egy páran tudnak itt arról, hogy aki ott éppen vásárol náluk, az akkor mivel foglalkozik. További sok sikert kívánunk ehhez az alkotó munkához, és sok-sok bélyeget, és sok-sok ötletet. Köszönöm szépen, és most feldobtad a labdát. Akik látják ezt a filmet, azokhoz fordulnék azzal a kéréssel, hogyha vannak felesleges bélyegeik, illetve ha kapnak a jövőben olyan levelet, amin bélyeg van, akkor gondoljanak rám. Nagyon örömmel várom ezeket a bélyeg felajánlásokat, amivel segíthetik a munkámat.